már legalább 12 napja terjed a koronavírus omikron variánsa Európában visszamenőlegesen elemzett hollandiai minták alapján. Nyugat-Európa országainak nagy részében kimutatták a vírus változat jelenlétét, az Egyesült Királyságban több mint 20 embernél. Sok állam felfüggesztette az összeköttetést a dél-afrikai régióval, a világon néhányan teljes határzárat is bevezettek. A WHO ezt nem javasolja. Olyan óvintézkedéseket kell alkalmaznunk, amelyekről tudjuk, hogy működnek. Maszkot kell hordani, ahol csak lehet, főleg akkor, ha többen vannak egy szobában. Gyakran kell szellőztetni, tisztán kell tartani a kezünket és a testünket, és főleg a szánkat. Mondta az egészségügyi világszervezet szóvivője. Több ország az oltási programja felpörgetésével reagált az omikron variáns megjelenésére. Az Egyesült Királyságban Boris Johnson kormányfő oltóhadsereg felállításáról beszélt, és azt ígérte, január végéig mindenki fel tudja venni a harmadik dózist. Görögországban kötelezővé teszik az oltást a 60 év felettieknek január közepétől aki nem hajlandó beoltatni magát, az 100 eurós bírságra számíthat. A vakcina kötelező vétételét már korábban bejelentő Ausztria 10-ről 20 naposra növelte az országos vesztek záridőtartamát. A vakcinák hatékonyságának megállapítására még nagyjából két hetet kell várni. A Moderna vezérigazgatója szerint a védelem mértéke valószínűleg jelentősen gyengébb lesz az Omikron variánssal szemben.